A szerelem? Ja. Hát ki emlékszik ma is, mire? Kémia. Egy lassan ülő méreg. Kölcsönös bizalom, kölcsönös szeretet, és egymás iránti figyelem és segítség. A szerelem az egy hatalmas fellángolás, ami nagyon keveset tart, és aztán utána füstbe válik minden. Láng, ami sokáig tart, és csak azt is táplálni kell. Így csinálod a pánkot? Ez egy modern párbeszédben. Akik ugye szimpatizáltak egy lányt, akkor éjjel jöttek és éjjeli zenét adtak, így éjszaka, 12 óra körül. Egyszer vagy kétszer kaptam én is éjjeli zenét. Pedig már az a generáció volt, amikor már nem volt olyan nagyon divatba, és még nem ment ki divatból. Hoztak zenészeket is, és úgy énekeltek az ablak alatt, és akkor a lány, hogy mutassa, hogy ő fogadja őket, meg kellett gyújtson egy gyertyát. Nagyon meglepődtem, és nem tudtam, hogy mit csináljak. Csak édesapám mondta, hogy egy gyufát, vagy gyertyát, vagy mit tudom én, meg kell gyújtani, ami azt jelenti, hogy fogadtad, és hogy hallottad. Jaj, de valami, mindegyiknek más formája van, de jó. Nekem nem udvarolt nagyon sokat a férjem. Mi már elég idősek voltunk ahhoz, hogy már kevés idő is elég volt, hogy elhatározzuk, hogy összeházasodunk. Volt egy udvarlom, aki úgy nyilatkozott mindig, hogy bedobta, ha nyitva volt az ablak, bedobta a rózsákat, vagy a virágokat, a megfelelő virágokat az ablakon, mert ő nem mert bejönni. Én sokat nem udvaroltam olyan nagyon, mert 5 éve ismertük egymást az esti liceumba, és nem gondolt egyik se, hogy a másiké lesz. Ez volt az érdekes. És az utolsó évben volt egy ilyen nagy buli nyáron. És ott egy kicsit összebarátkoztunk, úgy, és akkor kezdtünk jobban udvarolni egymásnak, és 6 hónap után meg volt az eljegyzés. Én azt mondom, hogy a szerelem nem ismer korhatárt, akármikor szerelmes lehet az ember. Tehát fiatalon vagy idősebb korban, a fontos, hogy tartós legyen, nem? Szerelmes vagyok például a kicsibe, de nem hiszi el. Most mikor a pánkot sütöm, nem? Igen, hát igen, csak akkor. Kóstoljátok meg már, hogy jó vagy, nem? Jó, finom. Finom. Látszik rajta, hogy finom.